Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit. Lendulai Krisztián vagyok. Vasárnap elindul a Palaver megszokott ütem szerint. Elérhetőségeink 061-799-2999. SMS-t a 0670-7953-as számra küldhetnek, és a Lendulai Krisztián beszél. Facebookos profil komment szekciója is él. Az utolsó feltöltött fotó alá várom a hozzászólásokat. Nézzük is rögtön, hogy milyen témákkal készültem önöknek. Nem azt mondom, hogy tipikus hétköznapi témák, vasárnap van ugye, miért is legyenek olyanok, de talán egy picit más jellegűek, mint megszokhatták. Nem nagyon, egy picit. Rám jellemző módon idézetekkel jövök. Modernkori keresztény üldözés van Nagykovácsiban, ezt Mencer Tamás állítja, illetve Bajer Zsolt barátunk, kollégánk is reflektált a blogjában erre. Káosz lehet a temetőkben karácsony alkalmatlansága miatt a halottak napja idején. Dódics Gabriella, a főváros fideszes képviselője nyilatkozta ezt, illetve az Orbán rendszer Európa rossz, savanyú kovásza, szar benne lenni, idéztem Hernádi Judittól, színész fejedelemtől, bár nyilván ez ízlés kérdése, akit hát ugye a Heti Hetesből elég jól ismerünk, tudjuk nagyjából, mi a véleménye bármilyen jobboldali kormányról, és a Partizánba ment be Gulyás Mártonhoz, és ott sikerült ezt a sok médium által is citált mondatot mondania az ő kis szájával. Nyilván ez egy hosszabb interjú, de majd minden lap ezt emelte ki. Ez szólt nagyot. Ezek a témák. Miklós kezdi itt az adásban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm, kedves Krisztián. Parancsoljon, hallgatjuk. Hát röviden üdvözlöm a szerkesztőség minden tagját, akik ezen a műsoron dolgoznak. Nagyon kemény munka, és megköszönöm külön nekik. Most ez a Hernádi Judit, ugye itt nincs tabu téma, Krisztián. Nincs. Nincs. Csak kulturáltan fejezzük ki magunkat. Természetesen, akkor megkérdezem nagy tisztelettel, hogy ez a Hernádi Judit, ugye ez nem keresztény vallású. Jót kérdez. Nem tudom. De én tudom, ezért százalékosan. Akkor, ha tudja, akkor valószínű nem. Nem mondom ki, hogy milyen, szerintem mindenki tudja. De ez milyen összefüggésben van azzal, hogy politikailag mit gondol az Orbán kormányról? Én persze lehet találni benne, de... Igen. Nem keresztény vallásúak is szimpatizálnak az Orbán kormánnyal, és keresztény vallásúak is vannak olyanok, aki meg nem szimpatizál az Orbán kormánnyal. De Judit az kimondottan nem keresztény, tehát maradjunk ennyibe. De nem baj, tehát áldásom rá, még a Jóisten áldja meg őtet is, de ilyeneket ugye, amit ön nem, eszer nem ismétlem meg, ilyeneket nem mond egy keresztény ember, még akkor is, ha baloldali. Tehát tudjuk, hogy a baloldalon, mint a Gyurcsán kormányt, Árnyék kormány tagjai, ugye azok se keresztények. Hát tudja ezt mindenki. Nyíltan kéne erről beszélni, mert ez egy borzasztó dolog, hogy ugye Magyarországon azt mondjuk, hogy szólásszabadság van, ez közben egy csomó tabu téma van. Ha szólásszabadság van, akkor nem lehet tabu téma. Nevezzünk mindent a maga nevével, persze kultúráltan, jó mondja ön, egyetértek vele, de ki kell mondani, hogy most nem mondok, csak mondok, hogy ez református, az még ilyen, még amolyan, keresztény vagy nem keresztény. Ugye nem tudom, a Nagykovácsiban mi újság van. Mindjárt el fogom mondani. Ez az új keresztény üldözés, ez nem most kezdődött. Ez lényegében Jézus születése óta tart, hogy a kereszténységre ugye haragszanak, mert ugye Jézusi a keresztények ölték meg. Tehát azóta ez szép fokozatosan tart. Hol jobban, hol kevésbé. Nem azt mondom, a keresztények is nagyon sok bűnt elkövettek, lássuk a gyarmatosítás, mi egymás, de ez tart, ez 2000 éve szépen tart. Most ugye 97-ben volt a bázeli liberális kongresszus, ott meg szépen megfogalmazták, hogy a kereszténységet ki kell írtani, vagy a keresztény vallást, bocsánat, ki kell írtani, még majd a többi vallást, és minden egy fent, egy lent.
ez is le van írva, itt van nálam pontosan a jegyzőkönyve, a legapróbb részletek. Tehát ez most felgyorsult. Felgyorsult abban, hogy ugye Soros bácsi ránk szabadította ezt a rengeteg embert. Nagyon tetszett a Harvard Egyetem egyik professzora, Mutkó nyilatkozott, hogy milyen a Soros bácsi, mit csinál, meg hogy van. Ha én mondtam volna, akkor örökre kitiltottak volna a rádióból is, meg talán Magyarországról is, amit az mondott, egy professzor, zsidó ember. Tehát az őszintén elmondta, hogy mi újság van, mire megy ki ez az egész játék. Tehát megy a keresztény üldözés nagyon keményen. Hogy azt itt helyben, hogy csinálják, mint csinálják, nem tudom, de a írás szerint, mert ugye, ha visszakacsintunk a régi rendszerre, vagy aki hittan tanult, az tudja, hogy tanultuk hittamból, hogy amikor Jézus megölték, vagy megszületett az egész videit, azt mondják, hogy beteljesedett az írás. Tehát itt nem történik semmi, minden meg van írva. Meg volt írva az Ószövetség, meg volt írva az Új Szövetség, és most a világ, tehát a újrafelosztása most is ezen a bázeli kongresszuson lefektették, hogy jön az új világrend. És ebben nagyon szépen benne van az első, második világháború, még amikik környékünkben történnek. Nehéz ezt megérteni, ha valaki ezt nem olvassa el, szerintem semmit nem ért belőle. Tehát egy nagyon bonyolult feladat, és ez tarthat ezer évig, lehet, hogy másfél ezer évig tart, tehát egy borzasztó lassú folyamat, hogy összegyúrni az egész világot egy kalap alá. Összegyúrták ma ugye Nyugat-Európát egy kicsit, a szovjet blokk is össze volt gyúrva, az felbomlott, most megint össze akarják gyúrni a dolgokat, tehát ilyen helyi zűrököt meg stb. Kihoznak. Tehát előfordul az ilyesmi, tehát csinálják. Na most Budapesten a temetőknél, ahol nem tudok hozzászólni, mert feltételezem, hogy ugye mivel káosz van az egész Budapesten, akkor lehet főleg most ott káosz van Budapesten, ugye a közlekedés, meg egyebek, a temetőknek az őrzése, tehát ezek nem szeretik, mert ugye az egész gyurcsámpárt, én keresztül, a főpolgármesteren keresztül, hát az is kimondott keresztény üldözést csinál. Lépten nyomon, olvasni kell a sorok között, meg a hírek között, hogy egyszerűen gyűlölik a keresztény embereket, most a keresztény temetőket gyűlölik, pedig hát jó Isten egyformánra teremtett minden nyájunkot a képmására, mindegy, hogy keresztény vagy zsidó. Az egy emlékezés, ugyanúgy emlékeznek a zsidó emberek, a keresztények, meg a mohamedánok, meg mit tudom én, a szeretjeire. Tehát ez egy természetes folyamat volna, és ilyenkor nagyon oda kéne figyelni, még akkor is, ha másik pártba tartozik, meg utál bennünket, ilyenkor félre kéne tenni, ugyanúgy, mint az olimpián is félre kéne tenni, minden haragot, összeülelkezni, részvétem, hogy meghalt, meg minden, szeretni kéne egymást, nem gyűrölni, mert ez nem vezet sehova, vezet. De sajnos ez vezet. Ez vezet a bűnözésre, meg egyebek. Ez van most a közel-keleti háborúban, hogy ölik egymást, gyilkolják egymást, mi értelme van. Megmondom, Krisztián, hogy én a boxmeccset nem szeretem nézni, hogy két sportember, akik ismerik egymást, hogy szétverik, a agyrázkódást csinálnak egymást, nem bírom elviselni. Tehát szeretni kellene egymást, mert elférünk ezen a földön, még ha 8 milliárdan vagyunk is, szeretni kéne egymást, de mindig van egy réteg, akinek az a célja, hogy összeugrassza az egyiket a másikával, a régi közmondás, hogy hozd meg és uralkodj felettük. Tehát az picit mást jelent, de értem. Igen, de lényegében ugyanaz, hogy összeugrasztom a népeket, az országokat, hol azé, hol politikailag, hol gazdaságilag, hol vallásilag, aztán az egyiket támogatom, utána oda megyek, rendet csinálok, azt én vagyok a fain gyerek. Ezt nem kellene, mert ezek arra vezetnek, hogy mindenhol gyűlölik egymást az emberek, nem mernek kimenni az utcára, nincs értelme. Én tőlem elférne a Mohamedán is, meg minden, meg ön szerint is, meg mindenki szerint, és az átlag ember, az átlag Mohamedán, vagy az átlag különböző vallású emberek, meg köztünk semmi baj nincsen. Hát hírekben látom, rengeteg muzulmán tanul Magyarországon, nincs velük az ég adta világon semmi baj. Hanem van egy réteg, aki ezeket szereti kihasználni, összeugrasztani,
meg egyebeket. Hát ennek semmi értelme, dolgozhatnánk, üzletélhetnénk egymással. Mi kell ez a szítást csinálni? Elbúcsúzunk Miklós bácsi, hogy átadjuk Lászlónak is a szót, hogy ebben a kis részben két emberre is jusson idő. Köszönjük szépen, szép vasárnapot önnek. Lászlónak adom meg a szót, jó napot kívánok. Üdvözlöm, kedves Krisztián, és a kedves tűzőnézőket, a rádióhallgatókat is sok szeretettel. Én elsőként nem a megadott témákhoz szólnék, csak nagyon régóta szerettem volna már ezt a palaverben elmondani, nagyon remélem, hogy a kormánypárti emberek hallgatják ezt a műsort most, illetve a kormány részéről is esetleg hallgatják a műsort. Én arról szólnék, hogy nagyon jó dolog az, hogy védjük a déli határainkat, hogy az illegális bevándorlás megállítsuk ezt az illegális bevándorlást. Azonban van egy probléma, tekintettel arra, hogy én már többször elmondtam, hogy Németországban jövök, megyek rendszeresen, hiszen a ifjabbik gyermekünk az ott él, és hát emiatt nekünk hogy láthassuk ehhez, ki kell, hogy utazzunk hozzá többször is. Nos, a lényeg az, hogy most épp megint ki kellett, hogy menjünk, és nemrég jöttünk újra vissza. Most a szép dolog, hogy a déli határól nem jöhet senki be Magyarország felé, viszont nyugat felől teljesen vételenek vagyunk, tekintettel a schengeni határa, és gyakorlatilag most is úgy jöttünk vissza a héten csütörtökön, hogy bárki beutazhat, hiszen semmiféle ellenőrzés nincs se a német-osztrák határnál, se az osztrák-magyar határnál. Ezáltal gyakorlatilag akik Ausztriában vagy Németországban bejutottak illegális bevándorlók, akikről az ottani hatóságoknak sincs semmiféle tudomása, gyakorlatilag bárki át tud jönni mi hozzánk is, és én nagyon-nagyon remélem, hogy nem fognak itt semmiféle terrorcselekményt elkövetni, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a megoldást, egyetlen egy megoldás létezik, amit bevezettek a szlovének, a szlovén-magyar határnál és a szlovén-horvát határnál is. Igen. Ellenőrizni kell a bejövő embereket is, nyugat felől is, mert különben bekövetkezhetnek olyan cselekmények itt nálunk hazánkban is, amik nyugaton már köztudomású és gyakorlatilag rendszeres. Úgyhogy én erre szeretném feltétlen felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy ezt szerintem sürgősen meg kell oldani. Mi ne várjuk meg azt, hogy esetleg valami probléma legyen. Köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmet. És hát nagyon lényegesnek tartom. A másik pedig, hát Hernádi Judit. Én neki csak azt tudnám mondani, amennyiben itt ezt a négybetűs szót tudja használni arra, hogy itt hogy lehet élni. A feliratot itt egy ilyen kukacjellel írtuk, hogy mégse tűnjön olyan vulgárisnak. Természetes, tudom, miről van szó. De annyira a köznyelv része, hogy főleg, hogy idézzük most azt, hogy elmondjuk, hogy ő szerinte szarít élni, hát ő mondta, de még ha néha mi is megengedünk ilyet magunknak, üssek ő, talán ez még éppen határon mozog ez a kifejezés, de kiírásban úgy döntöttem, hogy egy kukaccal jelölöm. Krisztián, értettem én, és tudtam is, hogy milyen szóról van szó, szándékosan én sem akartam kiejteni. Bár még lehetne szőr, meg szár, szír, igen, szer, igen. Gazdag igen, a magyar nyelv. Így van, szúr. Hála Istennek. Viszont a javaslatom az az lenne Hernádi Juditnak, amennyiben ő úgy érzi, hogy itt ilyen az élet, el kell menni. Úgy, ahogy a főnöke annak idején ezt megmondta részünkre is, hogy akinek nem tetszik itt, el lehet kérem szépen innen menni. Számára is áll a lehetőség, a határ mindenfelé nyitva van, el lehet menni, meg kell próbálni ott élni. Hát, hogy mondjam, nálam szakavatottabbak biztos el tudják dönteni, hogy mekkora színésznő Hernádi Judit. Biztos, hogy nem rossz színésznő. Kevés dolgát láttam, megmondom őszintén. Nyilván jobban megmaradt a Heti Hetesben való gúnyolódása a Fideszen, az akkori Fideszen. De valószínű, hogy mivel olyan a mestersége, tehát ez a magyar színjátszás, az a magyar nyelv műveléséről szól, és különböző darabok előadásáról szól,
vannak, de kevesen vannak, akik több nyelvet beszélő magyar színészek. Ezt csak azért mondom, mert olyan tudása és tapasztalata van Hernádinak, ami nem konvertálható át külföldre. Tehát most hiába mondja László, hogy csomagoljon, menjen, ő csak Magyarországon fog tudni megélni a színjátszásából, és azt kívánom, éljen is meg belőle. De amikor ezeket így az ember hallja, meg olvassa, akkor minimum elmosolyodunk, szerintem ön is, meg én is. Természetesen én csak azért gondolom, mondtam, nem ér rosszul persze ebből a tudásából, az Orbán kormány alatt sem. Jó, csak akkor, ha meg, mert azt is tudjuk, hogy valószínűleg nem él rosszul, mint hogy egy jó néhány olyan ellenzéki színész van, színésznő van, akik nem élnek rosszul. De ez rendben, ez szerintem rendben van, nem vagyunk, mi jobb oldalon nem vagyunk irigyek szerintem. Éljen jól, ha jól csinálja, éljen jól. Nem az irigységről van szó. Persze. Hanem arról van szó, hogy ha jól élek, akkor miért kell sírnom? Hát ez a jó kérdés, László, ez a jó kérdés, pontosan. Úgyhogy én ezért nem tudom őket megérteni, és ezért mondom mindenkinek, nem csak színészeknek, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy itt nagyon rossz az élet, és itt diktatúra van, akkor kérem szépen el lehet menni, úgy, ahogy azt annak idején Fletó megmondta. Igen. És ki lehet próbálni, hogy milyen az élet máshol, amikor csak azon a nyelven tudsz velük kommunikálni. El kell búcsúzunk, László, mert elketyegett az időnk, és a tévé is elbúcsúzik, meg a rádió is, úgyhogy jövünk nem sokára vissza. Köszönöm szépen, hogy László itt volt velünk, és tudtunk beszélgetni. A 4 órási hírek után folytatódik a Palaver velem, Lentulai Krisztiánnal. Jövök vissza nem sokára. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Folytatódik a Palaver Lentulai Krisztiánnal vasárnap délután. Szócsaták bajnoka mindegyikünkre igaz, csak mindenki máshogy szócsatázik. Meg általában azért jobboldali emberek nézik, hallgatják a műsort, úgyhogy olyan nagyon sok csatára nem gondolom, hogy szükség van. Üdvözlöm még egyszer a Hír TV és a Hír FM hallgatóit. 0617992999, ezen a számon hívjanak minket. SMS-t a 0677953-as számra küldjenek, és a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil utolsó fotója alá egy jól sikerült felvétel rólam. Kommenteket várok. Wirtschaft már kialakult a Facebookon, majd éppen kedvemtől függően ki fogom vágni azt a bizonyos illetőt, aki úgy tűnik, hogy nem talált magának egész hétvégére jobb elfoglaltságot, mint hogy trollkodjon nálunk. Elég sokáig engedtem neki. De hát úgy tűnik most itt a követők is lerendezik majd. Nézzük, hogy pontosan mi ez a téma, amit itt Menczer Tamás kapcsán hoztam önöknek első témaként, amit én rövidítve úgy írtam ide, hogy modernkori keresztény üldözés van Nagykovácsiban. Nézzük tehát. Elfogadhatatlannak nevezte a kereszt égetést bárhol Magyarországon a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldali kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalára vasárnap feltöltött videójában. Menczer Tamás a Nagyszénás hegyen felgyújtott kereszt újbóli felállítása ügyében a modernkori keresztény üldözés elleni fellépésre szólított fel. Menczer a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint az augusztusban felgyújtott kereszt esetében a valláson messze túlmutató kérdésről van szó. Azt mondta, hogy mindent megtesz azért, hogy a hegyen ismét kereszt álljon. A kormányhivatal ki is adta az ehhez szükséges engedélyeket, azonban vannak emberek, akik nem akarják, hogy itt kereszt álljon. Fogalmazott hozzátéve, hogy ilyen ember például Füri András, a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatója, aki szerint a kereszt állítással kipusztítanák a leánykökörcsint, az árvalevelű lent és a borzas vértőt. A Nagykovácsi Természet és Környezetvédő Egyesület sem akarja kereszt felállítását, a szervezet elnöke Vojcek Judit megtámadta a kormányhivatali engedélyt a bíróságon, így bírósági
eljárás lesz az ügyben. Az elnök asszony és csapata is azt állítja, hogy ha a keresztet újra felállítják, akkor kivégzik a nagy rókalepkét, a fűrészlábú szöcskét, és elpusztítják a kövér daravirágot, mondta a fideszes politikus. Menczer Tamás kifejtette, hogy fontos ügynek gondolja a környezetvédelmet, azonban nyilvánvaló, hogy itt nem környezetvédelemről van szó. Amit Füri András, a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatója és Wojciech Judit elnök asszony csinál, az a modernkori keresztény üldözés. Én harcolni fogok ez ellen, mondta, hozzátéve, hogy mindenki, akinek fontos a kereszt felállítása, számíthat rá. Szerinte komoly küzdelemre kell készülni, ezért az emberek támogatását kérte Menczer Tamás az ügyben, és ahogy említettem, kollégánk Bayer Zsolt is a blogjában írt erről a következőt. Azt írta Zsoca, ilyen nincs. Ilyen egyszerűen nincs, ezt nem hiszem el. Ha ezt hagyjuk, akkor velünk mindent meg lehet csinálni. Úgyhogy teljesen egyetértve Menczer Tamás minden szavával, jó hangosan jelentsük ki, állni fog az a kereszt, ugyanott, ugyanúgy, ahogy állt, addig is, ameddig barbár állatok fel nem gyújtották. Füri András igazgató úr és Wojciech Judit elnök asszony pedig elmehet az anyja keservébe. Tényleg mit képzelnek ezek magukról, ezek az idióta, aljas, farizeus gazemberek? Nyilván Zsoca megfogalmazását önök pontosan ismerik, ő aztán tényleg keményen szokott fogalmazni, hogyha úgy gondolja, hogy azzal el lehet valamit érni. Mit gondolnak önök erről az egész témáról? Majd szépen, ahogy haladunk előre az adásban, a többiről is fogok egy picit részletesebben beszélni, ahogy megszokhatták, de hogy ne egyben beszéljek sokat, így megadom a szót Dalmának. Jó napot kívánok, kedves Dalma! Jó napot kívánok mindenkinek! Migráns, liberális és kommunista mentes szép napot! Kezeit csokolom! Azt szeretném mondani, Krisztián, hogy tegnap óta tudom, hogy új barátnője van Bayer Zsolt személyében. Hát még nem, hogy még nem hívtuk el egymást vacsorára, de úgy tűnik, hogy több ezren, most nem néztem meg utoljára, hogy hányan gondolják úgy, hogy mi vagyunk az új szerelmes pár. Jaj, de csak ilyen nagyon európai toleráns módon megkaptuk. Jó, hát ezeknek annyi eszük van, komolyan mondom, hogy a hozzájuk képest egy legegyszerűbb fajék is egyetemi professzor, szóval ezekkel nincs mit kezdeni. Egyébként most rátérnék erre a modernkori keresztény üldözésre, hogy a Nagykovácsiban felgyújtottak egy keresztet. Ez augusztus végén történt, igen, és most újra akarják. Krisztián, eddig rendben volt, az újat meg már nem akarják. Jó, akkor én most visszatérnék augusztus 20-ára, nekem már akkor megfogalmazódott a fejembe az, hogy mikor kivetítették augusztus 20-án, emlékszik, egy hatalmas nagy keresztet a város fölé, és utána jöttek a lipsik, hogy ők nem tudnak mit kezdeni a kereszttel. Bizony, még hát téma is volt nálunk is. Én segítek, nekünk keresztény jelkép a kereszt, nektek meg két személyes akasztófa. Ez is egy erős megfogalmazás. Ennyi. Én általában keményebben szoktam fogalmazni, mint a Bayer Zsolt. Ezt tudom nekik üzenni. És egyébként szeretnék visszatérni az előző telefonálóra. 15-ben kezdődött el ez a migráns invázió. Igen. Én 18-ban azt mondtam, azt mertem mondani a palaverbe, hogy vissza kell építeni nyugatra a kerítést. De nem azért, mert én itt lakom, hanem az ország miatt. Hát akkoriban még majd bekaptak az emberek, hogy képzelem, végre lebontottuk a kerítést, és most Dalma vissza akarja építeni. Nem. Igen, Dalma, úgy tűnik, van egy varázsgömbje. És az a nagyon nagy baj még, Krisztián, hogy ha valami jó volt ebben a nyomorult unióban, akkor az, hogy szabadon utazhattunk. De nem a migránsoknak lett kitalálva a Schengen, hanem nekem, meg önnek, meg nekünk fehér keresztény, itt élő őslakosoknak. Igazam van, vagy igazam van? Igen. Na, akkor menjünk tovább. Tegnap arról volt szó, hogy a migránsokat lábon lőni, a fejük fölé lőni, eléjük lőni. Nem. Szitává. Világos? Szitává. Ennyi. A Bayer Show-ba bent volt most Kósa Lajos, és elmondta, hogy ezzel milyen gyűlöletáradatot vonnánk magunkra. Nem, Krisztián, ennél jobban
minket magyarokat már nyugaton nem fognak gyűlölni. Hát majd megvesznek, hogy ne adják oda mindenféle kifogással, ne adják oda a pénzeinket. Ne vicceljünk már, hát kit érdekel? Egyébként az Unióról meg tudja még mi a véleményem? Hogy ez egyáltalán nem demokratikus. Ugyanis a múltkor röviden elmondhattam az Itának, hogy nekem a demokrácia ott kezdődik, ha az Európai Parlamentbe minden ember, vagy minden ország 21 ember tud beküldeni. Olyan nincs, hogy a németek azért, mert most vannak 80 vagy 85 millióan, és ilyen 400 elmeháborodottat, vagy oda tudnak küldeni az Unióba. Mi oda tudunk küldeni 21-et, a 2 milliós Szlovénia, meg esetleg 3-at. Na most, hol itt a demokrácia? Tessék már nekem elmesélni. Az Ursuláról, ez az Ursula van, de lejjebbről. Ja, nem, nem. Azt akartam mondani, hogy a Putyin ellen, ugye hágai nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. De miért nem ül ott a Merkel, az Ursula, a Macron, a Rutte és az összes többi, akik Európát tönkre teszik? Egyszerűen ezt nem értem. És ha most ezen a következő választáson elbukunk, akkor nagyon nagy baj lesz. Nagyon nagy baj lesz Európával, ugyanis az Erdogan már fenyegetett, én éppen ma olvastam, hogy mit akartok nyugat? Kereszt és félholt háborút? Egyébként annyira kedvesek, aranyos ez az Erdogan, hogy megüzente a németek, Németországban élő törököknek, hogy nem azért mentetek ki, nem azért mentetek ki, hogy dolgozzatok nekik, hanem azért, hogy teleszüljétek. Hát na, meg az is azért elég érdekes, hogy Erdogan nyakában egy olyan sált láttam egy tegnapi felvételen, aminek az egyik felén egy török zászló, másik felén pedig egy palesztin zászló volt, és embertelen tömeg ment ki. Na, erre az eseményre. Láttam, én is láttam. Egy repülőtéren kellett, tartott nagy gyűlés, mert csak ott fértek el, mert Isztambulban nem volt akkora terük, ahol ennyi ember elfért volna. Repülőtérre hívta ki a szimpatizásait, és bődület, hogy mennyi ember kiment. Na, ennyit a muszlimokról. Egyébként én nálam nincs a bölcsekköve, csak a kabicsa, azt szoktam mondani, de hogy 2030-at nem fogj megérni keresztény és muszlim háború nélkül, vagyis magyarul vallásháború nélkül, arra most én ráteszem a nyakamat, Krisztián. Megmondom őszintén. Nagyon forrong a világ, és... De Krisztián, hát hány szerencsétlen európainak kell még meghalnia, hogy fölébredjenek? Hát számoljuk már össze, hogy itt hány embert meggyilkoltak teljesen véletlenül, ártatlanul. A legutolsó, amiről már nem is beszéltünk, hogy egy néger kölyök egy 20-valahány éves átment Franciaországba, és egy 68 éves hölgynek egyszerűen levágta a fejét késsel. Ez már nem is éri el az inger küszöbét az európaiaknak. Ez már nem is hír, ezt már sehol nem látom, csak véletlenül egy, nem is tudom melyik hírportálba belebotlottam. Nem, az a világ, amivel modernebbé és kényelmesebbé vált az életünk, és szinte bármit, bármikor meg tudunk nézni az interneten, a Facebookon, bármilyen közösségi portán. Hát most gondolja végig, Dalma, hogy ma, ha kitör egy háború valahol a világban, tulajdonképpen, mint egy ilyen háborús filmet, nézhetjük a telefonunkon, igen, a laptopon, igen, a nem tudom igen, én. Igen, szóval, hogy az inger küszöb egyre följebb kerülése, az ezzel magyarázható, hogy mindent egy ilyen valóságsónak él meg a mai kor embere. Igen. Hozzáteszem, hogy a nyugati világban és Magyarországon is a nyugati világhoz sorolom, mert ez ugye nem égtáji meghatározás, hanem azok a demokráciák, ahol egyébként munkából így vagy úgy, de meg lehet élni, nagyjából rend van és szabadság, és minden olyan, ami Ázsia szegény része, vagy Fekete-Afrika része, ahol azt sem tudják, hogy ilyen szempontból, hogy mi az a Facebook, kis túlzással persze természetesen, azok az emberek egészen más attitűddel léteznek, és egészen más szabadságvággyal léteznek, mint mi azt gondoljuk. Tehát ott, ahol az életük forog kockán,
abban az esetben, ha nem jutnak ivóvízhez vagy élelemhez, ott az valami teljesen más gondolkodásmódot eredményez. Mi el vagyunk itt kényelmesedve, és mi nézzük, hogy milyen háborúk mennek a telefonunkon. Hát igen, ez igaz. Krisztián, még egy mondatot engedjen már meg Ukrajnával kapcsolatban. Én végtelenül sajnálom az ukrán katonákat, akiket oda kényszerítettek a háborúba, ugyanis szerencsétlenek nem tudják, hogy már nem a saját földjüket, hanem az Egyesült Államok 51. tagállamát védik. Hát azért az erős lenne. Fogalmuk sincs. Mert gyakorlatilag Amerika felvásárolta gazdaságilag, termőföldileg szinte az egész Ukrajnát. Egyébként van egy tüneményes viccem, ezt ugyan a tévében hallottam, de hát ha nem hallották, Putyin meg az Erdogán beszélgetnek. Azt kérdezi tőle a Putyin, hogy Volodymyr mit fog csinálni a vége a háborúnak? Azt mondja, örömömben körbe fogom biciklizni Ukrajna határát. Azt mondja, jó, és mit fogsz csinálni délután? Értem, hogy az egy rövid bicikli út lesz. Röviden, ennyit. Nem szívesen nevet ezeken az ember. Köszönöm szépen, Dalma, szép hétvégét önnek csokkolom. Rövid, szűk egy percen belül elbúcsúzik egy kis reklámszünet erejéig a televízió, addig az SMS falhoz fordulok. Karolina azt írja, Hernádi ellenszenvességét sikerült még emelnie. Mármint gondolom nem nekem, Hernádi Judit felnőtt öntudatával bíró nő, szóval ő nyilatkozta ezt. Üzenem Hernádi Juditnak, hogy sokan iridlik ezt a szart arról, hogy ő élhetetlen, nem Orbán tehet. Hát ide és ide vágható lenne az a bizonyos Orbán mém. Egy ilyen kaján vigyor van Orbán Viktor fején, nem tudom honnan vágták ki, és tényleg ott van, hogyha vacak az életed, vagy elhagyott az asszony, bármi, fogjad rám azt is. Igen, mindenért Orbán Viktor a felelős, ezt pontosan tudjuk, mármint hogy ezt halljuk. Elbúcsúzik a televízió, a rádióban megyünk tovább. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Lentulai Krisztiánnal. Rossz felfogásnak tartottuk a törvénnyel kapcsolatban. Fölvetettük és megpróbáltunk javítatni rajta. Közben visszatért a televízió is. Én Mártával beszélgetek. Az utolsó néhány gondolatát hallgatjuk Mártának. Így van. Hát tulajdonképpen akkor még csak egy pár szót azzal, hogy a temetőről hallottam, hogy akkora gond van. Jaj, de jó, hogy mondja, elő is veszem a papíromat. Hogy akkora gaz van, meg akkora szemét van a temetőkben, és azért, mondjuk abból a 40 akárhány tanácsadóból nem volt a Karácsony Gergelynek. De hát ez város üzemeltetési olyan... kérdés. Márta tudja, hogy Karácsony abban mennyire alul teljesít. Soha nem is értett a város üzemeltetéshez. De most ez egy karrierpolitikus, tarlós város üzemeltető típusú politikus volt. Karigeri meg karrierpolitikus. Hát most nem tudunk erre mit mondani sajnos. De mindjárt elolvasom. Az elsővel kapcsolatban pedig, bocsánat, még ezt az egyet el szeretném mondani, ha ott valóban volt már egy kereszt, amit felgyújtottak. Pontosan. Az nem bántotta az ottani élővilágot, az árvalányhajat, meg a tücsköket, meg az egyebeket. Bizony. Annak a helyére akarnak a keresztények egy újat állítani. Na most ez egy szerény bestésünk szerint, Márta, mekkora placot foglalhat el ez vajon? Hát, mit tudom én. Azért mégsem a Rio de Janeiro-i keresztet fogják felállítani nagy Kovácsiban. Legalábbis nem tudok róla. Nem, hát szóval ez nem tudom. Szóval egyszerűen nem is értem az egészet. Kedves Krisztián, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok, és hát hajrá! Kezeit csokkolom, és szép vasárnapot önnek. Jöjjön akkor a hír, ha már Márta eszembe juttatta. Dódics Gabriella szerint a temetők körüli botrány bizonyítja, hogy Karácsony Gergelyék városüzemeltetésből is megbuktak. A helyszínen járva
a Magyar Nemzet munkatársai meglepődve tapasztalták, hogy a Rákospalotai köztemetőben a város köztisztaságáért felelős FKF munkatársai is be kellett, hogy segítsenek a sírkertek rendben tartásának munkájába. A jelenség hátterében a temetőket érintő közelmúltban kirobbant botrány körvonalazódik, a zöld felületek rendben tartásáért felelős cég gyanús kifizetéseket kapott, és ezzel egy időben az is kiderült, hogy nem megfelelően végezte el a munkáját. A Magyar Nemzet munkatársai kikérték az ügyben a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT, amely alá az FKF is tartozik, véleményét, és megszólalt az ügyben Dódics Gabriella is. A fővárosi képviselő szerint Karácsony Gergely és emberei megbuktak városüzemeltetésből, sírokra rádölt fák, szemét és helyenként búrjánzó növényzet, ez a látvány fogadta a Magyar Nemzet újságíróit a bejárattól távolabb eső részeken a Rákospalotai és az új köztemetőben. A jelenséggel a Magyar Nemzet korábban is már foglalkozott, a temetők rendben tartásáért 2012 és 2023 között felelős Harmadkert Kft. Az elmúlt egy évben nem végezte el rendesen a rábízott munkát, ez pedig a temetők vezetői 2023 nyarán jelezték már a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT-nek. Ez utóbbi cég alá tartozik a Budapesti Temetkezési Intézet, amely a sírkertek rendben tartásáért és a temetkezési szolgáltatásért is felel. Hoppá, felbukkan megint Márta Imre Gyurcsány fióka neve. A Márta Imre vezette BKM belső vizsgálatot indított, amelyből kiderült, a Harmadkert csak nem 70 millió forintnyi olyan munkáról állított ki teljesítési igazolást, amelyet nem is végzett el. Végül a BKM megállapodott a céggel, hogy az utólag ledolgozza az előre kifizetett munkát. A sírkertekben a Nemzet munkatársai ott jártukkor azonban azt tapasztalták, hogy valami nem stimmelt, mégpedig az, hogy a szintén a BKM alá tartozó, a közterületek tisztántartásáért felelős FKF munkatársai is dolgoztak a helyszínen, miközben tudomásuk szerint ez nem is lenne a feladatuk. A kérdés kapcsán az FKF sajtóosztályához fordult az újság, végül pedig a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT PR és kommunikációs igazgatóságától kapott választ. A BKM elsőként felelevenítette, hogy 22 és 23 között utoljára vették igénybe külső cég szolgáltatását a temetői zöld területek rendben tartására, ezzel a jövőben a Budapesti Temetkezési Intézet saját munkavállalói foglalkoznak majd. Hát ha a külsőssel nem ment, pedig az ki lett számlázva, akkor majd elvégzik azok, akiknek egyébként ez nem lenne feladata, gondolom, hogy ugyanannyi pénzért. Hogy örülnek majd a munkatársak? Azt mondja, hogy a BTI temetkezési divíziónál 50 új munkavállalói státuszt hoztak létre, és megkezdték a szükséges kertészeti eszközök beszerzését. És aztán még folytatódik tovább a hír, egyet tudok remélni, hogy egyrészt ez nem egy országos jelenség, és talán a vidéki nagyvárosokban és közepesebb méretű településeken járhatóak lesznek a temetők Minden Szentek és Halottak napja környékén, vagy az egész héten, mert valaki ezeket hétvégén fogja majd megoldani, és nem valami siralmas borzadály állapotok fognak uralkodni. Az, hogy a főváros kerületeiben található temetőkre ez a remény, ez egy valós remény lesz-e, ebben már kevésbé vagyok biztos, de majd önök el fogják nekünk mondani, aki itt a főváros és az agglomeráció környékén érintett az ügyben, és elhunyt szeretteit ezeken a napokon fel fogják keresni a sírhelyeknél. Kérem, mondják majd el, hogy mit tapasztalnak. Ha rend volt, nyugodtan mondják el, azt is el fogjuk majd önöknek mondani, vagy a többieknek utára fogjuk adni, de azt is nyugodtan mondják el, hogyha káosz volt, gaz volt és mocsok. Pál van a vonalban, nekiadjuk meg a szót, jó napot kívánok! Halló? Halló, valamit hallok, de nagyon halkan. Halló, szervusz, István, Körösi Pál vagyok. Szervusz, parancsolj! Na, kérlek szépen egy mondat a temetőkről. Én tavaly vettem, mert a legkisebb fiam sajnos elhunyt egy pár éve, és Hubdai temetőbe áthoztuk ide Velencére az urnáját, hogy körbejártam ezt a temető témát, már így az árak meg egyéb tekintetében. Hát az óbudai temetőbe kérlek szépen akartam venni egy egyszemélyes sírt, hogy hát mi is már közelünk a 80-hoz, legyen ott valami.
és mutattak egy olyan parcellát, Krisztián, te még életedben ilyet nem látták, ezt szépen. Egy régóta elhagyott parcella, ugye, ahol már hozzátartozók se élnek, igen, és hát minden elhanyagolt, kidőlt keresztek, elhanyagolt növényzet, amit el tudsz képzelni. Szóval valami borzalom, és akkor mondja a hölgy nekem, hogy azt mondja, nézze, hát mondom, mondja, azt mondja, hát kivált egy helyet, és ott mi ugye kiszedjük a csontokat, és akkor az a magáé. Mondom, de hát ebbe a környezetbe ki akar temetkezni, hölgyem? És akkor most kapaszkodj meg, az ára 25 évre, mert annyira adják ugye a sírhelyeket, 200 ezer forint lett volna, Velencén megkaptam ugyanez 35 ezer, egy nagyon kultúrált kis modern temetőbe, kell szépen, nagy zöld feltek vannak, gyönyörű gesztenyesor van, kell szépen, nagyon szép síremlékek, stb. Stb. És 5 kilométerre van a lakásomtól. Tehát ennyi. Lényeges Egerbe különbség, is, igen. Egerbe is 50 ezer lett volna ugyanez a sírhely 25 évre. Tehát a budapesti temetkedési vállalat ennyivel drágább, és akkor nem képesek azt megoldani, hogy a temetőbe, ugye a sírhelyek környékén kultúrált dolgok legyenek. Hát pedig 5-10-szer nem több sem a bérük, sem a nyugdíjuk azoknak az embereknek, hát, akik Budapesten élnek. Hát egy itt is, ugye, mert hát ez Budapest, és az, hogy egy cégnek kifizetik teljesítési igazolás, a cég ad teljesítési igazolást, annélkül, hogy ellenőriznék azt, hogy mit végzett, kifizetik a 70 millió forintot, ez teljesen egyértelmű, hogy ezt a pénzt el akarták lopni. Ez teljesen egyértelmű, vagy el is lopták. Mert ez fölháborító, ez elképesztő, úgyhogy erről csak ennyit. Egy fél mondatot hagyd mondjuk a Dalmának a felvetésére, ő most nagyon kemény volt tényleg. Én nagyon szeretem őt, meg tartjuk is a kapcsolatot, de most pár dolgban nem értek egyet vele, hát többek közt az, hogy nyugatról ugye is le kell zárni a határt. Hát ezzel két probléma van. Egyrészt ugye, amíg az EU-ban vagyunk, a Schengeni zóna, ugye, ami nem engedi meg a ideiglenes határellenőrzésbe lehet vezetni. A másik az, hogy a migránsok tekintélyes része, mondhatom, hogy majdnem 100%-a nem akar Magyarországon maradni, mert itt nem kap, nem tudom mennyi, több száz euró segélyt, meg nem kap biztosított lakást, meg egyebeket, úgyhogy nem akarnak ők visszajönni. Az, hogyha majd esetleg oda eljutunk, amit én remélem, hogy soha nem lesz, hogy Magyarországon ilyen migráns táborok, meg egyebek, ez Magyarországnak az öngyilkossága lenne, ezt az Orbánék soha nem fogják megengedni, és én megkockáztatom azt, hogy ha idáig jutunk, hogy ezen múlik az EU-s tagságunk, akkor szépen népszavazásra kell vinni a dolgot, és szépen ott kell őket hagyni a büdös fenébe, mert ezzel már csak a kínlódás van. Főleg akkor a 24-ben nem lesz lényeges változás az EU vezetésbe és az EU parlamentbe. A keresztény üldözést, a legelső telefonás mondott ilyet, hogy így a keresztény üldözést. Én erre csak azt mondanám, hogy 2000 éves ez a vallás, ugye. Volt közben már minden, hát a rómaiak is üldözték, akkor volt ugye itt török 150-es török uralom, akkor volt itt orosz kommunizmus, stb., és nem tudták a kereszténységet kiirtani, mert lehet, hogy ideiglenesen visszaszorult, aztán mikor eltakarodtak a törökök meg az oroszok, akkor ugyanúgy tovább ennek a népnek a lelkében, mélyen benne, főleg a vidéki falusi asszonyok, férfiak lelkében mélyen benne van a vallásosságuk, a föld közelébe élnek, a természetbe őnekik mindenféle tapasztalásuk az, hogy ennek a földnek kell, hogy legyen egy teremtője, legyen egy felsőbb lény, aki ugye egészet létrehozta, és ők ebbe hisznek, és azért ez egy nagyon-nagyon széles réteg. Erről ennyit, a temetőről beszéltem, a Hernádi Judit, ugye én nem igazán tartom őt nagy színésznőnek, ilyen kis lájtos darabokba szerepelt, meg hát ugye a heti hetesben, meg hát az izével a barátjával voltak ilyen jeleneteik a Gálvölgyivel, meg hát a Bajor Imrével.
Hát én azt mondom neki, hogy fogja meg a gálvölgyit, a karját fogja meg, és menjenek ki a Nagy Nyugatra, és tapasztalják meg, hogy ott milyen, hogy az én egyik kis rokonom most bérelt ki egy 25 vagy 30 négyzetméteres lakást 850 euróig, ki lehet menni, és lehet ott élni. Ott őt a kutya nem ismeri, se a gálvölgyit, ott ők 10 fillért nem fognak keresni. De az, hogy az Orbán kormányt, hogy ő neki itt ilyen obszén szavakat használjon, hát a jóisten áldja meg, tudtommal most is színpadon van, tudtommal most is szerepel, részt vesz különböző izékbe, előadásokba, tehát nem hal éhen, és az, hogy nem az ő szívének kedves hatalomban, ugye nem a Gyurcsány vagy a balliberális banda van hatalmon, ezt többek között olyanoknak köszönheti, mint ő is, meg a gálvölgyi is, akik túltolták a biciklit. Mert az, hogy itt minden szar lenne, amikor a egyik legnagyobb és legkedvezőbb családtámogatási rendszer, igen, amikor a nyugdíjasokat maximálisan támogatják, mikor a nemzetpolitika olyan, amilyen, hogy még a határunk túli magyaroknak is rengeteg támogatás megy, és a Hungarian Health program keretében pedig iskolákat, templomokat, stb. Épít az Orbán kormány újját Iránba, meg Irakba, meg stb. Ez lenne egy szar kormány. Szégyelje magát a Hernádi Judit, mélységesen szégyelje, de ugye ez vonatkozik a Kondzsuzsára is, mert az is állandóan okoskodik, meg ez az énekes srác, aki az Illésben volt, a Bródi János is, nagyszerű zenész és nagyon jó szövegíró, ezzel semmi gond, csak miért kell egy ilyen embernek éles politikai küzdelmekbe részt venni? Ezt soha nem fogom megérteni, mert tudja, hogy az országnak minimum a fele, de még jóval több, mint a fele jobboldali érzelmű. Most az a közönség, amelyik ilyeneket hall, azt mondja, hogy nézem én meg ezt a izét, dehogy megyek én, ahol ő fellép oda. Ezzel csak magával tolt ki. Na, kedves Krisztián, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz. És akkor mindenkinek minden jót kívánok. Szervusz. Icának adom meg a szót, ő a televíziós rész utolsó betelefonálója. Szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat is. Hát én egy felvetéssel szeretnék először is élni, a Menzel Tamás, és talán a többihez nem is szólnék hozzá, a Menzel Tamás felvetésére, ugye, hogy én azt mondanám, hogy mi paláveresek itt, akik tényleg sokan, nem mindenki, hithű keresztények vagyunk, tegyünk tanúságot amellett, és egy olyan kezdeményezést mondanék, hogy a paláver, kezdjünk el gyűjteni ezért a keresztér. Tehát nem tudom, hogy ezt a paláver... De nem a finanszírozási probléma, szerintem az talán nincs is, hanem itt már kormányhivatal döntés van, hogy mehet a kereszt, meg lehet építeni, és ezt támadta meg ez a Dunai Poly társaság, meg a nem tudom meg milyen... Igen, de ezzel együtt egy gyűjtést is elindítanánk, kezdeményeznénk, hogy gyűjtsünk erre, és tegyünk tanúságot a keresztény hitünk mellett. Hmm. Tehát szerintem ez nem lenne egy rossz verzió ezzel együtt sem. Én úgy gondolom. Tehát én a magam részéről ezt fogom tenni. Na most, hát az a kormány, aki a békét hirdeti a világba, bárhova megy, akár a külügyminiszterünk, akár a kormányunk, bármely tagja, Orbán Viktor, Novák Katalin, és mindenhol a keresztény hitünk mellett tesznek tanúságot, tulajdonképpen ők viszik, és a békének az üzenetét viszik az egész világba, mert mi békét szeretnénk, és nem fegyvereket küldeni. Na most én se tudok azzal a megszólalással együtt egyetérteni, amikor egyik mondatában valaki azt mondja, hogy szitává kell lőni,
valakit. Igen. A másik mondatában meg azt mondja, hogy jaj, de sajnálom azokat, akik, akik a Palesztinában ezeket a dolgokat művelik a gyerekekkel. A két mondat nem fér össze egymással. Ja, most Dalmára gondol? Itza? Igen, rá gondolok, mert a keresztény hit az azt mondja, hogy ne ölj. Se így, se úgy ne ölj. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy öljünk. Nekünk az a feladatunk, tudom, nem fogja szeretni, hogy én ezt mondom, de nem tudok, ezzel ez a két mondat, ez nem fér össze egymással. Az én elveim és az én hitem szerint. Mert mi életeket akarunk menteni itt is, és ott is, és mindenhol. Na most igen, védekezni kell, de én meg úgy gondolom, hogy a mi katonaságunk, ami most már újjá szerveződött, azért van annyira felkészült, és a biztonságpolitikánk is van olyan felkészült, hogy tudják, hogy mikor mit fognak csinálni. Tehát megvan őnekik az A-tervük, B-tervük, és akár milyen tervük. Tudom, persze, mindnyájan aggódunk, mindnyájan dühösek is vagyunk, hogy ránk szabadulnak ezek a muszlimok, és a többi, de szerintem biztos vagyok benne, hogy az országnak a jobboldali többségéből rengetegen, ha arról van szó, akkor megyünk a határa, és úgy, mint Egerbe, annak idején visszük a szurkot, és szükség esetén, ahogy nekünk azt mondják, hogy mit évők legyünk, meg is fogjuk tenni. Akármilyen idősek, öregek vagyunk, akkor is ott leszünk a gáton. Én úgy gondolom. És szerintem a biztonságpolitikánk is olyan, és éppen ezért én óriási nagyra értékelem, most volt szintén egy ilyen, nem tudom, tisztavatás, vagy de szóval katonák fölesküdtek, és én ezeket mindig olyan csodálattal nézem, hogy ezek az emberek, ezek hősök, akik ott a határon teljesítenek szolgálatot. Bármilyen hogy mondjam, szervezet keretén belül, polgárőrök vagy bárki mások. Tehát ez egy óriási dolog. Na most az is óriási dolog, hogy amikor kivezényelnek 200 katonát, mit tudom én, Macedóniába, ide-oda, most ne haragudjon, nem tudok hirtelen országokat mondani, de hogy ott is megpróbáljuk ugye védeni a határokat és besegítünk. Aztán a másik az, hogy itt Szlovénia, jól mondom? Igen. A Horgos környékén, ugye Szlovénia? Igen. Tehát, hogy azért ott is kezd erősödni most már ez a taxisztatás és a többi, hogy hordják a migránsokat. Szóval én úgy gondolom, hogy ébredeznek. Na most visszatérek még egyszer a Menzel Tamásféle dologra. Ezt a kiállásunkat, az, hogy hitet tegyünk, és én a parlamenti nagyon röviden, mert lezárul a műsor. Igen, meg fogom kérni, hogy imádkozzunk azért, hogy ez a kereszt ez felálljon, mint ahogy Szilvia, és Szilvia például, hogy mondjam, legyen ennek a, járjon elől ebbe a dologba, karolja fel ezt a dolgot, hát nem tudom, nekem egy ilyen javaslatom van, mint ahogy a templomokban az Szilvia, hát ha hallja, meglátjuk, hogy a plusz feladathoz mit szól. Köszönjük szépen Itzának, hogy itt volt. Minden jót, köszönöm, hogy meghallgat. A tévénézőktől pedig elbúcsúzik a paláver. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Lentulai Krisztiánt látták, hallották, a rádióban folytatjuk. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával.